Favorit 88702 MOP típus jelzésű szabadon álló AEG mosogatógép, egy A3 pluszos modell, melynek a mérleges zajszintje 42 decibel, de van benne egy csendes program, ennél 39 decibellel dolgozik a mosogatógép. A készüléknek a kezelőfelületét, ha megnézzük, egy érintőkapcsolós vezérlőpanellel van ellátva a mosogatógép, melyet itt felül tudunk áram alá helyezni egy külön nyomógomb segítségével. Programok kiválasztását ennek a program feliratú érintőkapcsolónak a segítségével, illetve ennek többszöri benyomásával tudjuk változtatni. Kijelzőn ennek megfelelően a programidőt már is mutatja a készülék. Programszám tekintetében a készülék tudja az 50 fokos energiatakarékos programot. Van benne egy automata program, itt a betett edények mennyiségétől és szennyezettségétől függően 45 és 70 Celsius fok között a készülék beállítja az optimális mosogatási hőfokot. Aztán van benne egy 70 fokos intenzív program, egy 45 fokos üvegkímélő program, egy 30 perces 60 fokon történő gyors mosogatás, aztán van egy 30 perces 60 fokon történő gyors mosogatás. A két gyors program közötti különbség, a 30 perces végén nincsen kimondottan szárítási fázis, a 60 percesnél ez már belekerült. Aztán azon kívül van egy úgynevezett zuhanyprogram, amely csak egy öblítési ciklus, itt a későbbi indításig behelyezett edények sem száradnak rá, hogyha ezt a zuhanyprogramot elindítjuk. És a már korábban említett csendes program, itt ugye alacsonyabb víznyomással juttatja be a szórókarból a mosogatótérbe a vizet a készülék, emiatt tud csendesebben dolgozni. A start érintőkapcsoló segítségével indítható maga a mosogatás, illetve ha bármi egyéb opciót beállítottunk, ezzel tudjuk a programindítását késleltetni, akár 24 órával lehet tolni ezt előre. A kijelzők világításával a vízlágyító sónak, illetve az öblítőszernek a hiányát jelzi a készülékünk, illetve itt a szimbólumok megvilágításával pedig azt, hogy éppen melyik mosási vagy mosogatási fázisnál tart. A mosogatás, öblítés, szárítás, illetve ami egy hasznos dolog, szárító program végén, utolsó néhány percben a készülék automatikusan ki fogja lökni a mosogatógép ajtaját, hogy a pára ne tudjon visszacsapódni az edényekre, ezáltal még tökéletesebbé válik a szárítás. A készülék rendelkezik egy úgynevezett fertőtlenítő opcióval, ezt az automata és a 70 fokos intenzív programhoz tudjuk hozzárendelni, itt az opciók felirat alatt. Itt ebben az esetben az történik, hogy a program végén még kb. 20 percig 70 Celsius fokos hőmérsékletet tart a mosogató kamrába a készülék, így a baktériumoknak a jelentős, majdnem teljes egészében az összes baktérium elpusztul, tehát ez egy fertőtlenítésre szolgáló opció így. Mosogatótér, ami egy fontos dolog, már azonos külméret mellett, már mint a 12 terítékesekhez képest, azonos külméret mellett ez már 15 teríték mosogatására alkalmas. Ezt úgy sikerült elérniük a gyártóknak, hogy a készülék ajtajának a belső burkolatát elvékonyították, tehát nagyobb mélyedést tudtak itt kialakítani rajta. Ennek a kialakítása úgy történt, hogy még egy klasszikus mosogatógépben a mosószeradagoló tartály, ez felbillen, itt ez gyakorlatilag elcsúszik, tehát nem foglal annyi helyet, ezáltal a kosarak mélységét meg tudták növelni. Ebbe tudjuk elhelyezni ebbe a tartályrészbe a mosogatószert, vagy pedig az úgynevezett tablettát. A mellette lévő részbe tudjuk betölteni az öblítőszert, ebbe egy nagyobb mennyiség belehelyezhető, és ezt mindig a program során a megfelelő mennyiséget adagolni fogja a készülék saját magának. A mosogató alsó részében található a vízlágyító só tartálya. Ide megint csak egy nagyobb mennyiséget, kb. Egy kilónyi sót is be tudunk tölteni. Amikor a só vagy az öblítőszer kifogy a készülékből, akkor a pici jelek világításával a kezelő panelen ugye, ezt megjeleníti nekünk a készülék. Ami végül is egy újítás, hogy a alsó kosaraknak a jelentős része, sőt teljes egészében mindegyik edénytartó rácsot akár le tudjuk hajtani, így bármilyen nagy átmérőjű edényt is el tudunk helyezni, tetszőlegesen variálható a belső tér. Vannak ugye ezek a lehajtható kis fülek, ezek a különböző méretű, illetve az alsó kosárban a nagyobb méretű talpas poharaknak a rögzítésére szolgál. Kapták ezeket a kis bordó rögzítő részeket,
ezzel be tudjuk szorítani gyakorlatilag a pohár szárát, a vízsugár nem fogja azt felborítani. A bal oldalán pedig ezek a fülek, ezek a sörös korsóknak a nagy átmérőjű alsó részének a berögzítésére szolgálnak. A felső kosárba is ugye mind a két oldalon megtalálhatóak ezek a lehajtható fülek, ahova a talpas poharat tudjuk rögzíteni, illetve megtalálhatóak ezek a gumírozott kis tüskék, ami a különböző átmérőjű pohár száját azt fixálják, tehát megint csak nem fog felbillenni. A végletekig variálható ugye a belső tér attól függően, hogy milyen tányérokat, poharakat, milyen eszközöket szeretnénk elmosni. Azáltal, hogy 15 terítékes lett a készülék, kapott egy felső kosarat. Itt az evőeszközöket ebbe a kosárba kell elhelyezni, nem egy klasszikus kosárba, ami ugye a korábbi készülékek alsó részében volt elhelyezve. Ide egyesével szépen be tudjuk fektetni az evőeszközöket, illetve akár nagyobb késeket, tálalószereket is be tudunk helyezni ebbe a kis tálcába. Ez a tálca viszont eltávolítható, ennek a segítségével így a felső kis tároló részre akár egy tepsit is be tudunk fektetni, így nem foglal helyet az alsó kosarakba, és ugyanúgy el tudjuk tisztára mosogatni a edényünket. A készüléknek a belső terében alul egy úgynevezett szatellit szórókar van, ez nem csak egy sima szórókar, hanem annak a végén egy plusz forgómozgást végző kis kiegészítő karral látták el, ezáltal a vízsugár egy ellipszis alakú pályába fogja az edényeket mosogatni, ha egy picikét egymásra fednek az edényeink, akkor is bejut közé a víz, és tisztára tudja mosogatni, hatékony lesz a mosogatás végeredménye.